Madárlábnyomok, kiszort magok, ezek jelzik, hogy a nyírerdő erdészeténél már jártak tengelicék. 2017-ben ez lett az év madara. Magyarországi állományát 620-760 ezer párra becsülik, így ezzel hazánk egyik leggyakoribb madárfaja. Elég magasra rakja a fészkét, ilyenkor télen már nyugodtan el lehet venni, mert még egyszer már nem költ bele. Ilyenkor lehet látni, hogy mohából, apró kis növényi rostokból, szálakból készíti a külsejét, utána szőrt is szokott belefonni, és a végén vagy a nyárfának a pelyhes magjával, vagy pedig kutyaszőrrel, tehát ilyen fehér szőrökkel szokta bérelni. Fás, bokros erdőkben fészkelő madár nem hagyja el Magyarországot, így akár télen is láthatjuk őket. A tengelic, vagy más néven stiglic, nem csak Magyarország, hanem Európa egyik legszínesebb madara. Főleg ebben az időszakban a fehér, havas téli tájban jól látható. Nagyon könnyű felismerni, mert a szeme körül, illetve a csőrénél, mint egy kis piros maszk, nagyon feltűnő színű, illetve a szárnyán van egy sárga szallag, ami röptében is nagyon jól látható. Egyébként fekete-fehér madár, tehát a szárnyában, a farkában inkább ez a két szín látható, a hát az barna, de mondom, ez a piros fej, meg ez a sárga szárny, ez nagyon feltűnő röptében is. Mostanában egyébként kezd beköltözni a városokba is. Egyébként a ligetes erdőknek, erdőszéleknek a madara. Az év madarát 1979 óta választják meg. Ezt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezte. Korábban egy szűk szakmai stáb határozta meg, az elmúlt években azonban egy internetes szavazáson választja meg a lakosság az év madarát. Tavaly összesen 12 ezeren voksoltak. Az összesen 410 madárfaj közül meghatározott tematika alapján választják ki azt a hármat, amelyre elindítják az internetes szavazást. Az egésznek az a lényege, hogyha van valami természetvédelmi probléma, ami érint valamilyen élőlényt, és arról a természetvédelmi gondról nem elvontan beszélünk nagy általánosságban, hanem valamilyen élőlényen keresztül visszük közelebb az emberekhez, tehát az adott élőlényt az egy bizonyos természetvédelmi probléma nagykövet fajának tekintjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy sokkal jobban eljut ez az információ az emberekhez, és ugye itt nem csak az információ átadása lényeg, hanem az is, hogy a megfelelő célcsoportokat, amik lehetnek mondjuk csak a gazdálkodók, vadászok, vagy akár a lakosság egésze, ezt jobban el lehet érni. A kismadarat régen kalitkába zárták és otthon tartották. Néhány kis faluban ez még mindig jellemző. Azonban a tengelicék vadon élők, ezért nem szabad őket befogni. A madár hazánkban védettnek számít, eszmei értéke 25 000 forint.